elektroszongmérések egy érdekes példája következik. Kapcsoljuk be a mérőműszert. A szoba belterében egy átlagos nullához közel értéket mutat, 0,03 volt per méter. És közelítsünk ezzel a műszerhez egy dugajhoz. Tehát nézzük meg, hogy milyen átlagos értéket mutat ennél az épületnél, ennél a dugajnál, ennél a helyzetnél. Tehát egy 100 feletti érték, megnézzük a másiknál is, az is egy 100 körüli, 70-80-90 körüli értéket mutat. Nézzünk meg egy másik dugajat. Érdekes módon itt 1400-500, tehát egy jó magas értéket mutat volt per méterben, ami azt mutatja, hogy ez a dugaj bizony működésben van. Nézzük meg, hogy hova vezet ez a kábel. Ez a kábel egy töltött eszközhöz, egy géphez, egy feltölteni kívánt dologhoz, amin ha megnézzük, ugyanez az áram fut keresztül, és ugyanez a egység, ugyanez a terhelés van rajta. De ami a döbbenetes vagy érdekes, hogy megnézzük, hogy milyen dolog csatlakozik ki ebből az egészből, egy fülhallgató. És nézzük meg, hogy a fülhallgatónál milyen terhelés jelentkezik. Tehát ha láthatjuk, közel hasonló az érték, sőt még talán egy picit magasabb is, mint a töltött eszközön és a dugaljon. Tehát bárhol nézzük ezt a rendszert, ugyanolyan nagyságrendileg ugyanolyan értékeket mutat. Tehát figyeljünk arra, hogy amennyiben egy ilyen szituációba kerülünk, hogy fülhallgatót hallgatunk, és egy töltött eszközt be van ez beledugva, hogy bizony ez a terhelés rá közvetlenül hat, mint fülhallgató felhasználókra. Tehát kerüljük ezt a szituációt.